A Mátrában eddig még nem kerestünk Euládát, úgyhogy most itt a remek alkalom. Kiinduló pontunk Mátra-Füred, ami egyben egy sor turista út kezdőpontja is. Szóval, ha a Mátrában akartuk egy jó túrázni, elég csak egy kicsit tovább menni Gyöngyösön, a 24-es úton, és már is egy sor lehetőségből választhattok. Mi a kék plusz jelzésen indultunk Mátra háza felé, hogy felkeressünk két váromot, s hogy aztán a visszaúton begyűjtsünk annyi geoládát, amennyit csak tudunk. Nos, a korai sötétedés miatt igazából csak egyet tudtunk, de legalább kirándultunk egy jót. Megnéztük például a Mátra-Fürettől alig egy kilométerre álló Benevár romjait. A középkori várról az első írásos emlékek 1301-ből maradtak fenn, akkor három abba nemzetségbeli testvér volt a birtokosa, a dokumentum a vár felosztásáról szólt. Építésének idejét nem ismerjük, a 14. században többször is gazdát cserélt, 1424-ben meg már biztosan Zsigmond királyé, hogy aztán valószínűleg a husziták lerombolják, mert 1497-ben már csak romos várként említik a források. Mára pedig csupán ennyi maradt belőle. De ez is több a semminél, néhány kilométerrel magasabban ugyanis a remete Bérc bronzkori váraiból már a lényegében csak a sáncok nyomai maradtak meg. Csak akkor tűnnek fel a mezei túrázónak, ha célirányosan koordinátákat elkönyvelve megy oda. Az idő vasfoga ugyebár. Térjünk vissza azonban a ládázáshoz, hiszen elméletileg azért vagyunk itt. Mátra háza központjában vagyunk, egy nagy parkolóban, ami turista csalogatóbb napokon biztos furra tele van, de a büfések, szuveníresek ilyenkor is nyitva tartanak, hisz olyan őrültek, mint mi mindig akadnak, a forralt bor meg szinte munkavédelmi felszerelés ilyen hidegben. De egyébként tényleg van itt minden, mint a Wurstliban, sült kolbász, meg hamburger, meg turista érme és fa csecse becse, meg képes lap, meg kék túra pecsét, már ez a szép kis újfajta, leláncolt verziós. Meg egy posta is. Az az út, az meg felvezet a Kékestetőre. Egyszer sötétben jöttünk le onnan gyalog, na az egy izgalmas történet volt, de azt most nem mesélem el. Most viszont világos van még. Úgyhogy lassan indulni is kéne. András barátom is meglelte az elhagyott túrabotját, úgyhogy mehetünk is a sárga jelzésen vissza Mátra-Füredre. Célunk a Kecskebércen található láda, Pecses nevén a Kecskebércen a szanatórium fölött. Meglepő módon egy szanatórium fölötti bércre lesz elrejtve, a szanatórium kiszolgáló épületei pedig épp itt vannak tőlünk balra. Közben fokozatosan a civilizációt is kezdjük elhagyni, az aszfaltról földútra váltva lefelé indulunk, hogy végül az egészségügyi intézmény bejáratánál kössünk ki. A Mátrai Gyógyintézet Mátraházi egységénél vagyunk, mely egyben a Debreceni Egyetem oktatókórháza is. Ha minden igaz, egészséges verzióban is látogatható a parkja, ezt most nem próbáljuk ki, inkább a jelzést követve, lépcsőzve nekiindulunk a hegynek. I'm ready now, I ain't gonna fall back, I'm taking on, take it on me, baby.
Elméletileg van itt egy másik láda is, de ezt most akármennyire is kerestük, nem sikerült megtalálnunk, úgyhogy csak a látványt tudjuk eltenni emlékbe, ami szép lassan a fák mögül kibontakozott előttünk. Hihetetlen látvány, pont szemben vagyunk az épülettel, s lényegében a kékestetővel is, bár Magyarország legnagyobb csúcsában jelen helyzetben semmi nem látszik az ég egyatt a világon a hatalmas felhőkupacnak köszönhetően. Mivel az itteni ládából sem látunk semmit, tovább is állunk gyorsan. Az igazat megvalva, ha volna egy olyan 15-20 percünk feleslegbe, biztosan előkerült volna, viszont a másik láda jobban izgatta a fantáziánkat, na meg szerettünk is volna még világosban leírni Mátrafüredre. Ez utóbbi végül nem jött össze. A ládán túl még 4,9 km vár ránk, legalábbis az útjelző tábla szerint, ami minimum még egy órás sétát jelentett számunkra. És hogy hová lyukadunk ki innen a bérc oldalából, s mit rejt a láda, na arra még egy olyan hetet kell várnotok, legyetek türelemmel, különben nem hoz ajándékot a Mikulás. All right, I'm taking on, baby. All right, I ever ask, you gonna be my lover. Tonight, I take you with me, take you with me. But if I left any mean nonsense, and you tell your friends, and they call your hands, baby, never mind.